jelenlévőt, úgyis, mint a történelmi Zala egyik legárvább és legkeleti tájegységének, a Balaton felvidéknek a képviselőjeként. És a mai alkalommal erre a tájegységre invitálom, kedves mindnyájukat, egy kis időutazásra igazából a képek segítségével. És hogy ne kerülgessük sokáig a forró kását, mindjárt szeretnék a téma közepébe csapni, amely igazából a késő Árpád-kor és a középkor nyugati Balaton felvidéki templomépítészetével függ össze. Ezen a tájegységen belül bőséges és pompás a kínálat ennek a történelmi korszaknak az egyházi építészeti emlékeiből. Ad abszurdum a mai napig használatban lévő késő Árpád-kori építésű vagy építettségű templomtól a bokor alján kőtörmelék típusig bezárólag, gyakorlatilag, ha nem is minden falu határában és minden település esetében, de nagy számban találkozhatunk ennek a korszaknak az épített emlékeivel, csak tényleg megbusztálni a felvetést és röviden képekkel is illusztrálni a fennálló, lappangó, rejtőzködő, használatban lévő meg elpusztult templomok közül néhány szép példát. Diszel az Tapolca kapcsolt település része, és ott találjuk a 1989-es kutatások óta tudjuk, a barokk templom magába foglalja az egyenes szentély záródású kicsiny 13. századi egyházat. Maga a típus különleges élmény, főleg éjszakai fények mellett, meg főleg a 17. századi gyémántpádelt utánzó sarokarmírozásos festésével az épület. A típus maga az egyhajós egyenes szentélyzáródású típust képviseli, ami az esetek 99%-ában a nyugati Balaton felvidék templomépítészetét is jellemzi. Másik példát Csobáncról hoztam, a hegy oldalmagasságában, a kis oldalfensíkján a 17. századi alsó Csobánc mezővárosnak egy a 15. század elején épített templomát láthatjuk mai állapota szerint. A saját apukája elméletét cáfolta meg Koppány Andris barátom, amikor a 2000-es évek elején megásta ezt a kis templomot, amit apukája még a 60-as években félkörös szentélyzáródású 13. századi románkori templomként apostrofált és írt le számos helyen és számos alkalommal. András barátom kiásta a poligonális gótikus szentélyét a barokkori félköríves szentély alól a kis egyházacskának, úgyhogy kicsit fiatalítottunk. És pont a Gersely Petők időszakára is visszanyúli Katalin asszonynak köszönhetően, aki a akkori Csobánci várul Gyulafi első Lászlónak a feleségeként a földes asszonya volt, az akkori Csobánszög nevű kis falucskának. Kálibedence a következő egyházszámmal keletebben lévő tájegység, illetve résztájegység a nyugati Balaton felvidéknek. Itt is bőséges a kínálat, van, hogy falvanként akár több templommaradványt és templomnyomot is találunk a réten, az erdőszélen vagy bent a faluban. Ez Mindszent Kálla határában a Kerki Káli templomról, Szent Békálla határában a Töttös Káli templomról, amikor még önerejéből képes volt saját lábán megállni a rommaradvány, amit Rómer Flóris is 1861-ben, amikor itt járt augusztusban, még úgy jegyez föl az iszákjában hordozott írat csomójában, illetve jegyzett füzetében, hogy néhány évtizeddel ezelőtt még használatban lévő templom volt. Ma már nem áll meg saját erejéből és saját fundamentumán a templom, csak egy ilyen esztétikusnak nem nevezhető, de valószínűleg művész megfontolások alapján készített támasztékra szorul. Sóstókál, amit a Köveskáról kirajzott 14. századi nemesi kirajzás családjai, mint falut alapítottak és mint egyházat építettek, ennek a plébáni egyháza mai állapota szerint így fest, és hát ha egy enyhe túlzással megengedem magamnak azt a megfogalmazást, hogy a nyugati Balaton felvidék Árpád-kori katedrális, akkor azt Monoszlón találjuk meg, mert nem akárki az építetője. Kevés templomot tudunk nevesíteni kegyúrilag, magánegyházügyileg és alapításügyileg, hogy melyiket kiépített, ezt pont tudjuk, az a király csináló, idézőjelbetében a csináló szót, Monoszlai Ladomér, esztergomi érsek, a földes ura, a templomnak az építetője, meg az elfelejtett Hegyestúi várnak is valószínűleg az építetője, amely ma már kikopott a köztudatból, hogy egykor ott a késő Árpád-kori időszakában vár is magasodott. Most már a szél fújja helyemre van bányászva igazából a vár. És a timpanonja is elég beszédes, megmutatja ezt a színvonalat, ami alapján ezt a nyugati Balaton felvidék 13. századi katedrálisának is akár, ha akarom, nevezhetem. De megérkeztünk a mai vizsgált témánk helyszínéhez, Nemes Gulács községhez, amely a Tapolcai medence kellős közepén magasodó Szent György hegyel átellenben a Gulácsi hegy tövébe települt falu. 1268-ban említik először, már akkor nemesi település.
nem a falut említik 1268-ban, hanem személy névben fordul elő, Jacopo de Gulás, mint fogott bíró, Csák mester Zalai ispán fogott bírájaként szolgáltatja az igazságot Ukk község birtokvitájában az érintett felek számára. 1293-ban szintén említi oklevél a falut, amikor már alsó és felső Gulácsra tagolódik folyamatosan, végig a középkoron keresztül nemesi település, de az, hogy alsó Gulács, meg felső Gulács, meg Zoltán Gulács, meg Bede Gulács, meg Vég Gulács, ahogy a 14. században felfelbukkan a községnek a neve, az csak topográfiai megkülönböztetésű jelleggel bír, mint tituláció. Igazából itt egy Gulács van, csak az egyes falurészek földesurai neve után keletkeztek ezek az elnevezések. Sőt, 1594 után már csak Gulács, se nemes Gulács, se alsó, se felső, semmi. 16. század folyamán értőleg már a korábbi időszakból is tudunk nemesíteni családokat, csak akkor nem van a idő a lényegnek a kifejtésére, de mindenképpen a Gulácsi családot azért szeretném nevesíteni, azon belül Gulácsi Lodomér mestert, de még inkább annak a két fiát, Fábiánt és Bálintot, mert ők az a testvérpár, akik 1313. június 29-én donációt tettek a Badacsonyi Szent Imre patrocínium pálos kolostornak a javára, és ezáltal az adományozásuk révén, amit a Almányi Bence és a bátyság konventjében állítottak ki privilegiálisan, Miklós apát vezénylete mellett. Ez az összes okleveles említése, a Badacsonyi Pálos Kolostor összes oklevelés említései közül az 50%-ot képviseli, mert kettő ilyen van, ha pápüspök vizitációját 1263-ban figyelembe veszük, amely már mind működő kolostorról ír. A Bicó családot nevesíteni, ők van a 16. század helybéli nagyjai, akik arról lettek híresek, hogy nagyon jó emberei voltak a szomszédos vulkanikus magaslaton felépült Csobánc várát birtokló Gyula fiaknak, azon belül a híres törökverő Rátoti Gyula Filászló csobánci kapitány, meg tihanyi kapitány, meg veszprémi főkapitány, tehát álláshalmozó a maga korában, nem véletlenül, de az egy külön történet lehetne. Az ő szolgálatukban áll a Bicó család, a Gulácsi Bicó család, közülük Ferenc az nagyra viszi a hűségével, mert kasztellánus várnagya lesz az 1550-es, 60-as években Csobánc várának. 17. századi birtokos nemesi családok közül van cserélődés, kikopás, elkopás, kihalás, fiúágon, aztán leányágon, hosszútóti gyönyörei és a köbölkuti familiákat nevesíteném. A török idők a községtörténeti szempontból szintén érdekesek, nagyon, nem azt mondom, hogy nagyon sokszor, de többször ég a falu, ennek ellenére török portyák következtében 1546-ban éri a legsúlyosabb pusztítás a falut. 1550-es években nem csak törököktől kell félni, addigra már a Bicó család nem a Gyula fiakat szolgálja, és Csobánci várkatonaság rendszeresen randalírozik a községben, plusz a Szigligeti várkatonaság, és volt olyan, hogy letartóztatták, bár ez nem ez anakronisztikus fogalom a 16. századról, elhurcolták a faluban összefogott lakosságot a Szigligeti várba, és ott tartották fogságban őket. Kettős adóztatású terület, hódoltsági terület a 16. század 60-as éveitől. A törökök bár soha nem foglalták el fizikailag ezt a tájat, a nyugati Balaton felvidéket, mégis megszervezték a Csobánci nahijét, a székesfehérvári vagy isztolni belgrádi szandzsákon belül, megszervezték mondjuk a devecseri meg a Szigligeti nahijét is. Nemes Gulács, illetve Gulács falu ekkor a Csobánci nahijéhez tartozott, és osztogatták is, mint hűbérbirtokokat. Két török tisztet név szerint is ismerünk, 1563 és 65 között egy Musa nevezetű atyafi, muszlim atyafi, a fehérvári törökösség egyik katonája, a Tímár birtokos földesura a falunak, 1570-ben pedig Hassan bin Latifi Tímár birtok, ugyanez ez a település. A fegyverzaj és az állandó hadiveszedelem időlegesen megszűnt az 1690-es évekre itt a tájon, aztán volt még egy rémálom, a Rácz-járásnak nevezett 1707-es császári hadjárat, ami viszont pont a látóhatáron magasodó Csobánc vára esetében a kuruc őrség tízszeres ellenséges túlerőt visszaverve, a csobánci diadalként került emlegetésre már egy héten belül, a korabeli írott forrásokban, feljegyzésekben és tiszti levelezésekben, és elérkezett a nyugalom időszaka nagyjából, egy rövid nyugalom 1707 tavasza és 1708 között, aztán jött a Heisterféle ellentámadás, ami megint végig gyalázta, és perzselte, nem akarok tájszólni, perzselte a tájat, és utána már csak a pestisnek a végét kellett megvárni, ami a 10-es évek elejéig dühöngött, és utána újjászületett a falu. Nézzük a templom kérdését, ami a mai előadásnak a témája lenne. Annyit róla, ez a mostani Páduai Szent Antal
a plébánia temploma a településnek. A középkorban létező temploma az nem ennek a helyén, meg nem ennek a az előzményeként állt. 1333-ban említik először a lappangó és sokáig talányos formában rejtekező gulácsi templomot, hogy volt-e, ha volt, hol volt, vagy csak hol nem volt, mese volt. De 1333-ban, amikor Bonifátói Rajmond és Berengár Jakab pápai adószedőknek a szubkollektorai meglátogatják Gulács falut is, akkor éppen itt hivatalban lévő Barnabás nevű paptól 46 dénár pápai tizedet beszednek az avignoni egyház fenntartási költségek fedezése címszó alatt, majd 34-ben is meglátogatják a falut az adószedői, a pápai főadószedőknek, akkor 50 ezüstdénárt kell befizetni Barnabás papnak, aki az első név szerint ismert papja ezáltal a falunak, meg hogy van templom. 1555-ből van a következő feljegyzés, nagy szó, nem az, hogy az alai főesperességhez tartozik a talányosan bujkáló templom, hanem az, hogy még van plébánosa, 1550-ben még van plébánosa a falunak. Az első török portja 1546, az egész falu, aztán jönnek a további barátságtalan látogatások. Kontinuális a település a török korban, tehát soha nem néptelenedik el teljesen. Egy szegény és egy adózóképes port, tehát mindig találnak a dikátorok. Tehát volt mindig a rovásán a falunak valamennyi. A hadidők elmúltával elég sokáig hallgatnak a források. 1708-ban szól először a fáma és szól a dal a nemesgulácsi templomról, amikor is a megrongálódott templomot helyreállítják. A legjobb év az előzőekhez, meg a elkövetkezendőekhez képest éppen nyugalom van 1708-ban ezen a tájon, a Rákóczi Szabadságharc hadi eseményeinek forgatagában. Mit tesz ez? Nincs ellenséges jövésmenés. Sümegen részországgyűlést tartanak éppen a Rákóczi pártján lévő rendek, és ekkor lehet ütemezni azt a feladatot, hogy a templomot egy kicsit helyreállítják itt Nemesgulácson. Nem vérték túlzásba az építést, meg a szépítést, meg az építést, mert 1725-ben újabb renovációra szorul a templom. 1745-ben meg, amikor Padányi bíró Márton veszprémi püspök vizitál a községben, elszomorító sivár képet, igaz, hogy latin szövegezéssel jegyez fel a faluról, úgyhogy van templom, de rogyadozó félben, és 1784-ben, amikor az első katonai felmérés hadmérnökei a felvételi rajzot készítik a faluról, akkor ott mindent ábrázolnak, nemesi kúriákat, utcákat, házakat, de templom éppen nincs. Tehát feljegyzésre, ábrázolásra vagy bemutatásra alkalmas és méltó templomot nem vittek föl a térképre. Az egyház azonban mégiscsak áll, mert 1810-ben engedélyt kér a falu népe közösen az akkori veszprémi püspöktől, Kurbé Györgytől, hogy annyira rontja a falu összképét ez a templom, hogy le kellene bontani. Hát 5 évig gondolkozik a válaszadáson a püspök, és a 6. esztendőben visszaír, hogy nem kéne lebontani, hát mégiscsak templom, és akkor a község újra helyreállítja. De megint nem lehetett túlságosan gondos és körültekintő a helyreállítás, mert 1845-ben új templomot kezdenek építeni a falusiak, ezt Pádua és Szent Antal templomot. 5 évig tart az építkezés, akkor még torony nélkül. Ez a késő klasszicista stílusú építmény, 1853-ban tornyot is kap. 1858-ban, amikor a kataszteri térkép felvételi rajzai készülnek a faluról, akkor már nyoma sincs másik templomnak, de biztos, hogy nem ennek a helyén állt. 1861. augusztusában, amikor Rómer Flóris pedig itt jár a faluban, akkor még említés szintjén se emlékezik meg arról, hogy egy volt korábbi vagy régebbi templom, mert nyomát sem lelte. A falu, mint nemesi falu, a mai napig büszkélkedik több nemesi kúriával, kisebb-nagyobb alapterületű méretű nemesi kúriával, köztük a falu összképében mutatott az alsó nyíle 18. század második felében épült kúriát mutat, a felső pedig egy 19. század első felében épített kúriát mutat. Utóbbi a mai formájában a romantika sinüsegyeit viseli magán, mind a kettő pillanatnyilag a Keresztúri Dezső Általános Iskolának az intézmény egységéhez tartozik.
Az említett első katonai felmérés mind a két, illetve a kúriákat már, mint építmény előzményeket, ott egy kupaszban és egy csomóban a falu déli szélén jegyzik, illetőleg 1784 a készítésnek az esztendeje, templom az nincs rajta, tehát még kápolna jel sincs, templom rom és templom jel sincs, a katonai térképészek számára nem volt érdemben értelmezhető, ábrázolni való. Az előbbi két kúria közül a később, a 19. század elejé, az 1858-as kataszteri térképen az alsó nyíllal jelölve, a felső kisebbik nyíl pedig a Pádói Szent Antal néhány évvel korábban elkészült plébánia templomát mutatja. A kúria, amely a térképen nyíllal került megjelölésre, több tulajdonos kezén volt az idők során, birtokosai közé számított a Csigó család, a Forgács család, a Somsics család és még többek, de nem is a kastély története most az érdekes, hanem az épületnek az a traktusa, amit a nyíl mutat. A régebbi 18. századi kastély pillanatnyi állapota a főhomlokzat irányából, tehát ez a 18. század második feléből való, ez pedig a 19. század első feléből származó kastély, amely szerepet kap a mai történetünkben, kicsit közelebbről a névadó tiszteletére készített dombormű a keleti főhomlokzati falon, és a története, az 1945 utáni története elég hétköznapi módon folytatódott a kastélynak, már nem bérlők és nem kastélybérlők és gazdálkodó új tulajdonosok lakják, hanem a helyi termelőszövetkezetnek a traktorállomása működik itt, és a háttérben még látszik a míves kivitelezési udvari bejárati vagy kiállati nyílása, meg a traktorállomány közülük a hozzánk közelebbi gyönyörű sztálinyec, ritka szép felvétel, és amikor 1963-ban Kalitz Nándor és Sági Károly itt jártak a topográfia első kötetének adatfelvételezési céljából a községben, akkor elbeszélgettek magas életkorban lévő helyi születésű és nevelkedésű aggastyánokkal és matrónákkal, hogy hát volt itt egy középkori templom, az hol állhatott? És vagy hogy nem a földeskü letételére is képesek lettek volna, a megkérdezett riportpartnerek azt mondták, hogy a traktorállomás helyén. Azon belül, hogy hát azt nem tudjuk, mert nem mesélt a dédpapa, de valahol ott, ahol most a traktorok telephelyeznek. Hát Karcsi bácsi meg Kalitz Nándor lehet, hogy pont a Rómer Flóris zalamegyei archeológiai leveleinek ihletettségében, vagy azt szem előtt tartva meg is elégedettek ennyivel, mert egy helyütt azt írja a mester, hogy hol nincs, hát ne keresd. Ha itt volt, akkor itt volt, jönnek-mennek fölötte a traktorok, majd egyszer boldogabb időben lehet, hogy sikerül utána nézni, hogy hol lehetett ez a plébánia egyház. A helynek az érdekessége 45 előtt egy rövid periódus tekintetében hadtörténeti vonatkozásokat is tartalmaz, hiszen a tapolcai repülőtéren működő második Magyar Királyi Honvéd önálló repülőgép javító műhely áprilistól kitelepült ide a kastély területére, amely akkor éppen gazdátlan, mert az utolsó zsidó bérlőt begettósították Tapolcára, és el is ment június 19-én a vonat, mint az 744 tapolcai gettóba zárt zsidó polgártárs, és az állami tulajdonba került a kastély, ide települt a repülőgépjavító műhely, és akkor használatban lévő magyar harci gépek műszaki hibás példányait itt javítgatták, meg ide szállították be, a környéken kényszer leszállt, meg lezuhant ellenséges, elsősorban amerikai, kisebb részben brit repülőgépeknek a roncsait és maradványait szétszerelésre, tanulmányozásra, stb. Az üzemi terület, az egykori kastélypark területén vagyunk, tehát mind a két kastély mögött a Reger-patakkal párhuzamosan szépen parkosított terület húzódott, ezek pedig az egykori gazdasági épületek, amelyek üzemi szekciói voltak 44 áprilisától 45 márciusáig a repülőjavító műhelynek, pazar kivitelezésű épületrészletek, még 5 percet, 3 perc? 3, 2, 1, vége. Jó, megyünk tovább, a parknak a helye, és hát a véletlen 2021 késő tavaszán, egy előadásra készülve jártam végig a helyszínt és fotóztam végig, pont a Tapolca katonai repülés történetére vonatkozólag készítettem felvételeket, újra járva a 90-es évek elején végrehajtott helyszínbejárásomat, amikor még jobbra-balra a fű közül előkandikáltak repülőgép alkatrészek, maradványok, meg hajlott alumínium lemezek, hát most már nem sokat találtam ennyi időt
évvel utána, de az obladozás meg a romlás mértéke és üteme az előreláthatóan pusztította az épület együttesnek a használaton kívüli részét, és az a kellemes összeomlásos állapotban lévő épület részlet egy meglepetést tartogatott, egy szép kelletelt hosszú toldalék a kastélyépületnek, a 19. századi északabbi kastélyépületnek, szabályszerű kelet-nyugati tájolásban, és ahogy jöttem, mentem, és turkáltam a lehullott falevelek között, hogy esetleg egy szárnyas propelleres állományjelző, vagy egy koronás gombos, legénységi leszakadt gombocska rejtőzik-e való, egészen másra lettem figyelmes azokra a szépen megmunkált kövekre, amelyek a gyönyörű párhuzamos irányú vágásait a kőfaragó mesternek megmutatták számomra, és hogy ebből a nézetéből ez egy pont egy nyugati zárófalnak tűnt, egy átlagos méretű, ezen a tájon, tehát a nyugati Balaton felvidéken megszokott méretű formájú, mert 6,5 meg 7,5 méter közötti a nyugati zárófal szélesség a mérhető állapotban megmaradt templomromjainknak, hát ez pont 7,5 méter volt, és nem csak az észak-nyugati sarka volt armírozva, mint ahogy a közelkép mutatja, tehát kvádrerekkel kirakva, hanem a délnyugati sarka is, mellkas középmagasságig, hát nyomokban középkort tartalmaz, de elég komoly mennyiségben középkort tartalmaz. A későbbi N plusz egy átépítés, javítás, a falkitörések pótlása, újabb homokos, gyenge habarcs felhasználásával a középkori sérült részletek kitöltése, meg plusz téglák bedolgozása a falszövetbe, egy tarka, gyönyörűséges falszövet összképet mutatott, de a szépségéből nem volt le semmit ennek a kváderes sarok armírozásnak, meg annak, hogy tulajdonképpen ott áll Nemes Gulács középkori templom a komoly faltömeggel és falmagassággal. A legközelebbi kis testvért a völgy túloldalán, a Szentgyörgyhegynek a keleti lábán lehet megtalálni, Kisapátnyi fölött a Szentkereszt tiszteletére avatott. Egyhajós, egyenes szentélyzáródású, a pannonhalmi bencések, mint földes urak által 1240-es években épített kis templomocska az egyenes szentélyzáródásával, és vissza Gulácshoz egy picit, és ugyanebből a nézőpontból a szentgyörgyhegyi kis testvér fotózva, egy méter eltérés a két épület között, formában semmi, fal szélességben és hosszúságban minimális. Ezt is javítgatták a barokkorban, ez az a Kisapáti Szentkereszt, 13. századi templomocska, ebbe is bedolgoztak bőven korábban máshol alkalmazott vörös homokkő elemeket, barokkori téglákat, egy kis 19. századi másodlagosan felhasznált téglát is, és a kettő egymás mellett a jobb oldali a Kisapáti Szentkereszt templom sarok armírozása középkori kváderekkel, a színritmikára is odafigyeltek, egy piroskő, egy fehérkő, egy piroskő, egy fehérkő, hogy ne legyen olyan unalmas, ha nem vakolják le a sarkait, és ez a színritmika a Nemes Gulácsi találás esetében is megmutatja magát, és mivel szerintem túllőttem a határon, annyit tudnék hozzáfűzni, hogy a 21 tavaszi találás meg a mérések elvégzése után most első alkalommal meséltem és mutattam erről szakmai fórum előtt erről a találásról képeket, meg tartottam élménybeszámolót. Nem ezt kerestem, egészen mást kerestem, de ezt sikerült találni. Mit tehetek hozzá zárásként? Régész kollégák, Csákányra, Slapátra, fel! Köszönöm szépen a figyelmet!